Az oktatási kormányzattal folytatott sikertelen tárgyalások után akciókat hirdethet meg a pedagógusok szakszervezete. Mások mellett a bérek emeléséért és az óra számok csökkentéséért küzdenek. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Fülöp Attila, a pedagógusok szakszervezete, Szaborszatpárberek megyei szervezetének elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm! J Jó napot kívánok, én is üdvözlöm! Miért pont most jöttek elő a demonstráció ötletével, hiszen hát pár héttel vagyunk a választások előtt, másfél héttel. Igen, ez egy ilyen véletlen egybeesésnek ugye tűnhet tulajdonképpen ez. Egyébként tudni kell, hogy maga a szakszervezet az egy teljesen pártsemleges ugye szervezetről van szó. Tehát tulajdonképpen mi semmilyen politikai jellegű megnyilvánulást ugye nem kívánunk folytatni, illetve nem is ez az alapvető célunk. Ez nyilván a véletlen egybeesése most tényleg ennek a választások előtti időszaknak. Tudni kell, hogy ugye korábban a pedagógusok szakszervezete ugye tárgyalóasztal mellett próbálta meg elérni ugye a követeléseit, és továbbra is egyébként alapvetően ezek a szándékaink, de mivel a nyár folyamán gyakorlatilag megszűntek azok a fajta konstruktív együttműködő megállapodások, amelyeket ugye már ilyen szóbeli egyességként tekintettünk tulajdonképpen egy előrelépési szándékként a kormányzatunk részéről. Ennek hatására itt az ősz időszakban mindenképpen kénytelenek vagyunk valamelyest ugye javítani a kollégáinknak a, a, a anyagi a, elismerésén, az anyagi helyzetén továbbá, ugye a, látva a mostani a, ugye a kormányzati törekvéseket, a, eléggé ugye mondhatjuk azt, hogy a, kicsit beskatujázták tulajdonképpen ezt a pedagógus társadalmat, és igencsak ugye elértéktelenedett jelen, elértéktelenet jelenleg ugye a, a, pedagógus életpálya, mint a, ilyen. Tehát ez, ez igazából az annak az oka, hogy most erre az időszakra jött el a, annak az ideje, hogy tulajdonképpen ezeket a Esetleges demonstrációkat, illetve a későbbi ugye komolyabb uh, sztrájkot uh, is akár ugye megkérdezte a pedagógusok szakszervezete. Uh, nyilván ez jelenleg a tárgyalásoknak a, a következő fázisától függ, hogy hogyan fogunk tudni előrelépni. Igen, sztrájkot mondott, nem sokára erről is beszélünk, de több szaksze szakszervezet van. Ugye uh, velük Igen. mi a helyzet? A konszenzus uh, van önök között a kérdések? Alap, alapvetően ugye mi, mint pedagógusok szakszervezete, ugye mi vagyunk a, tulajdonképpen az országban a reprezentatív szakszervezet, akik ugye elsőlegesen jogosultak vagyunk arra, hogy a kormányjal ugye ilyen szintű tárgyalásokat folytassunk, illetve kezdeményezünk. Ugye ágazaton belül ugye vannak eltérő, vagy más szakszervezetek, például ugye a Demokratikus PDS, vagy a Demokratikus Szakszervezet. Nyilván a követeléseket tekintve ugye ugyanazokkal a problémákkal szembesül, szembesítenek ugye minden egyes ágon, tehát tulajdonképpen ugyanazok a problémák Érzékelhetünk minden egyes szakszervezeti uh, igény esetén. Ugye nyilván a társ szakszervezetek között, akár a zeneművészeket értjük, ugye látjuk egyébként az egyéb uh, közfoglalkoztatóknak a problémáit, akár az egészségügyben dolgozókat. Tehát ezekkel a szakszervezetekkel közösen uh, kívánnánk valami érdemi eredményeket elérni. Ugye igen, nem, csak volna kifeje... kérdésem, nem csak a foglalkoztatókért, nem csak együtt. Igen, együtt, nem csak kifejezetten a pedagógusok, hanem, hanem az egyéb ágazatban dolgozóknak a, az érdekvédelmi szervezeteivel közösen. Nézzük akkor az indokokat. Hát a felkonfban is elhangzott, hogy főként a bérek. Hát miért ne a bérek? Mennyit keres? Akkor nézzük, hogy kicsikét próbáljuk megábrázolni a helyzetet. Mennyit keres átlagban egy pedagógus ma? ugye azt kell igazából tudni, hogy a korábbi ugye kormányzati döntés értelmében ugye volt egy vetítési alapnak nevezett összeg, ez ugye 101.500 forintban lett megállapítva, és tulajdonképpen uh, elég régóta ez a vetítési alap, ez egy fix rögzített uh, összeg. Ugye a pedagógus bértáblának ugye ez az a, 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 keret összege, amely korábban a minimálbérhez volt igazítva. Na most azáltal, hogy ez a minimálbérhez való igazítás ugye megszűnt, uh, ugye minden évben lehet hallani, hogy a garantált bérminum, illetve a, a minimálbér összeg ugye növekszik, illetve emelkedik. Ezáltal ugye most elértünk egy olyan szintet, hogy a kezdő pedagógusoknak a bére gyakorlatilag már egy szakmunkás minimálbért kereső embernek a bérével azonos értékű, tehát tulajdonképpen akik szakmunkásként helyezkednek el, éppen annyit kereshetnek, hanem többet, mint mondjuk egy kezdő pedagógus. Tulajdonképpen itt a pályán eltöltött évek száma alapján a pedagógus bértávla, illetve a közalkalmazotti bértávla ugye sávosan ugye eltéréseket enged, ugye nyilván itt a végzettségnek a figyelembe kinek milyen megszerzett végzettsége van, ez az adott munkakör betöltéséhez milyen végzettséget ír elő ugye maga a kormányrendelet. Ugye nyilván a szakoktatótnál, hogyha középfokú végzettséget ír elő, akkor a középfokú végzettséget, ha ugye főiskolait, akkor annak megfelelő besorolásban, illetve az egyetemi végzettség az ugye szintén egy magasabb besorolás, illetve a pályán eltöltött évek alapján, ugye van itt a bértáblában az adott bér ugye megállapítva, és ez tulajdonképpen már évek óta ugyanaz a fix összeg. Ezen az egyik legfontosabb. Uh, még egyszer? 200 ezer tud hazavisz egy tanár? haza tud vinni? Ez változó, mondom, ez a pályán eltöltött időtől is függ. Valaki igen, valaki ettől azért többet keresett, vannak olyanok, akik ugye pályakezdőként lényegesen kevesebbet keresnek. Tehát tulajdonképpen az az életpálya uh, modell, mint ilyen, pontosan ebből adódik ez a visszássága, hogy most az a, az a bizonyos eddigi garantált évenkénti béremelés, mint ilyen, azért az mégiscsak adott egy kis puszta uh, pedagógusoknak, legalább ugye uh, anyagi megbecsülés uh, terén. Ugye most ezt tulajdonképpen elvették. Tehát itt igazából a pedagógusoknak mind előmenetel az egyetlen lehetőség az, hogyha a pedagógus életpálya modell által kínált lehetőségek közül mondjuk pedagógus egyből pedagógus Lép, vagy ugye a gyakornokiból, aki ugye pályakezdő volt, ugye ped és akkor utána a mesterfokozatnak a megszerzése. Tehát ezeknek az egyéb ugye, minősítési való jelentkezésekkel tud jelenleg egy pedagógus többletjövedelemhez jutni. De ezzel gondolom azért nincs is probléma, hiszen ösztönözte hát a pedagógus alapvet, arra, hogy fejlődjön. Alapvetően azt gondolom, hogy igen, tehát az ösztönzés az megvan. Ugye nyilván mindenkinek szüksége van arra, hogy megújuljon, korszerű új ismeretekkel rendelkezzen. Ez önmagában nem, jelent, nem jelentene ugye, problémát egyetlen pedagógusnak sem, Igazából a legnagyobb gondot mondom tényleg az jelenti, hogy ez sem egy állandó jellegű ugye, bérnövekvény, hanem egy egyszeri. Ráadásul ugye itt a minősítési eljárás, Nem mondjuk, hogyha valaki az idei évi minősítési eljárásban uh, minősül, és ne agyisten Isten a következő uh, ugye, fokozatba léphet, tehát mondjuk ped 1 ped 2 akkor ez a fajta béremelés is majd csak az elkövetkezendő évtől uh, válik, vagy attól az évtől válik ugye erre jogosult az adott pedagógus, tehát tulajdonképpen uh, ez is eltolódik még egy évet ugye, ennek a, a, a magasabb összegnek a kifizetése. Vannak konkrétumok, hogy mivel lennének elégedettek? Ugye, korábban már ugye voltak ilyen jellegű törekvéseink. Ugye a kormányzat észre is elhangzott, ez egy, egy, egy dinamikusabban rendezett ugye, bérkérdés. Nyilván ők is látják ezt a problémát, hogy van egy bérfeszültség, most jelenleg a társadalomban, ugye a pedagógusok között is. Ott is elhangzott, hogy első körben akár már ugye, az idén szeptembertől lehetőségként, ugye ott lebegett mindenki szem előtt ez a bizonyos 30%-os béremelés, majd 2020. januárjától, akár ugye ennek egy, egy, egy egyéb bérnövekményként való ugye további rendezése, és valahogy ez a nyár folyamán ténylegesen ugye eltűnt itt a, az asztalról, nyilván egy pedagógus státusz törvénynek a kidolgozásában gondolkodnak, hogy akkor ennek a fajta bérkérdésnek ugye hogyan lehet egy újfajta fajta De rendezését... mennyiben, mennyinek örülnének akkor? Hát, Azért, nyilván... mert hogy hogyha a demonstráció lesz, gondolom, hogy hogyha ezeket a célokat nem sikerül elérni, Így van, akkor, akkor lesz ugye... demonstráció, illetve a upstrike. Jelen... Igen, tehát jelenleg ugye a korábbi... Uh... Ugye tárgyalások során is ugye azt mondtuk, hogy ha lehetőség lenne, akkor nyilván a minimálbérhez való igazítást szeretnénk. Ugye egy elsődleges körben a tavalyi évi tárgyalásoknál ugye azt tűztük ki célként, hogy a következő ciklus végéig, tehát gyakorlatilag ha most ugyan adnának egy 30%-os béremelést, akkor a ciklus végére hogyan lehetne ezt a bérkérdést, azt a minimálbérhez való rögzítést sávosan ütemezve ugye elérni. Tehát ez lenne az alap, hogy akkor legalább adjuk vissza tulajdonképpen a pedagógus pályának a becsületét, hiszen gyakorlatilag jó képzett szakemberek, társadalom számára is hasznos embereket, csak igazából minőségi oktatással lehet elérni. És a minőségi oktatáshoz azt gondolom, ugye Európai Unió szinten is egyébként az látszik, hogy csak a megfelelő ugye, bért fizetést hazavívő pedagógus, illetve azok az emberek tudnak tulajdonképpen minőségi oktatást adni, akiket ténylegesen a társadalom is megbecsül, illetve anyagilag is honorálva van ez. Fontos kérdés itt még az óra szám is, hogy ezért a megadott bért mennyit dolgozik a pedag pedagógus. Ebben szeretnének csökkenteni, tehát bérti szeretnének emelni, és óra számot is szeretnék? Uniós szinten, ugye, ha látjuk, akkor tulajdonképpen a magyar pedagógusok ugye gyakorlatilag jócskán az Európai Uniós átlag fölötti órában dolgoznak jelenleg is. Ugye a jelenlegi jogszabály szerint ugye 22 és 26 óra között lehet ugye egy pedagógusnak a kötelező óra száma. az, azért ez egy elég szélső határ, az azt jelenti, hogy 4 óra tulajdonképpen mindig ott lóg a levegőben, tehát bizonyos kollégák négy órával többet dolgoznak, ugyanazért a pénzért mások ugye mondjuk 22 órában ugyanazt a pénzt viszik haza. Tehát ez már önmagában egy olyan bérfeszültséget okoz, sehol máshogy tulajdonképpen ez a fajta ingyen munka nincs ellen a társadalomban. Ugye nyilván itt a pedagógusoknál ugye automatikusan kőbe van vésve ez a határ, ebből szeretnénk mindenképpen egy x számot elérni, amennyiben lehetőség van ugye a korábbi, ha már ugye 22 volt a kínulás, akkor legyen a 22, vagy ugye jelenleg azt mondják, hogy országos szinten a, a pedagógusoknál ugye az átlagos óraszám ez a 24, akár a már a 24 is azt mondhatnánk, hogy egyfajta megnyugvást jelentene, mert tulajdonképpen mégis egy fix órához van mindenki kötve, sokkal könnyebben elkülöníthető az esetleges túlmunka, a többlet tanítatásoknak a díjazása, így viszont a 22-26 óra között uh, tulajdonképpen bármit idézőjelesen ugye megtehetnek a kollégák akár ugye egy intézményen belül is, vagy akár ugye nyilván tankerületek, illetve akár centrumokon eltérő óra számokat is. Ha nem, nem sikerülnek a megállapodások, akkor november, ugye? Akkor szeretnének demosálni. Hogyan? November 22-ét 22, nove, igen, november 22 jelöltük ki ugye elsődlegesen a, a, ugye Magyar Közutatás Napját, mint az első olyan mért fölkő, ugye a szakszervezet életében, hogy ha eddig nem sikerül, ugye, akár most ugye ismételten összehívták a, a, a az érdekegyeztető tanást, és akkor tulajdonképpen kezdeményeztük ugye a szakképzés innovációs tanásnak az összehívását is, hogy legyen valami érdemi előrelépés végre a tárgyalóosztal mellett, és amennyiben nem sikerül, akkor ez a demonstrációs sorozat ugye sok mindenben kimerülhet. Jelenleg is ugye már elkezdődött többféle fórumon történő ugye megjelenése a szakszervezeti munkának. Egyrészt ugye a honlapunkon ugye megtalálható egy karikatúra, ugye Mind, uh, irány egy tükörkép gyakorlatilag a társadalomban a pedagógusok megítéléséről, és mindig egy aktuális, uh, éppen kormányzati bejelentéshez próbáljuk igazítani ezeket a karikatúrákat, illetve úgy megjelentetni általában hét elején, hét közepén, és annak megfelelően egy picit itt a, a közvéleményt talán ezzel a karikatúrával jobban lehet uh, ugye megszólítani, illetve érzékelhetőbbé tenni, tulajdonképpen ezeket a problémákat. Uh, Másrészt ugye uh, különböző a kollégáknak a munkaterhelést mérő kérdőívét hoztuk létre például ugyanúgy a, a szakszervezeti honlapunkon, amelyel nyilván a a Kréta napló most már ugye kötelező gyakorlatilag a legtöbb oktatási intézményben, hogyha az iskolákat nézzük. Ugye ebben a Kréta naplóban ugye látható a, a pedagógusoknak a leterheltsége, ez kormányzati oldalról ugye jól látszik, viszont a szakszervezetünk szeretné ezt egy másik uh, mérőeszközzel ugye elérni. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Jó, én is köszönöm szépen a megkeresést.